B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Amiről beszélgetünk, ma már történelem, hiszen 2007-ben egy nagyon eufemisztikusan fogalmazva elhibázott döntés kapcsán szétverték a Lipótot, ugye köznyelven így hívták, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet. Témánk tehát a Lipótmező utolsó évei. Egyébként kölcsönvettem a hasonló című könyvtől ezt a címet, és már is mondom, hogy kik a vendégeim. A szélén dr. Nagy Zoltán professzor, aki a Lipótmező utolsó főigazgatója volt, mellette dr. Németh Attila, aki az Opai egykori igazgatója, majd ki fog derülni a beszélgetés során, hogy mi köze van az Opainak az Opnihoz, és a harmadik pedig dr. Richmer Zoltán, Széchenyi díjas professzor. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ugye azt, hogy miért zárták be annak idején ezt az intézetet, ami amúgy nyilván egy dráma volt a ti számotokra is, akik ott dolgoztatok, azt találtam, hogy 900 dolgozója volt a Lipótnak, és 839 ágyat szüntettek meg? Igen. Valami ilyesmi. Igen. Szóval azt ugye most úgy fogalmaztam, hogy mi laikusok, vagy mi a civilek, akiknek nem volt közünk a Lipóthoz, se betegként, se ott dolgozóként, nem tudjuk, hogy miért zárták be. Veletek vélhetően, vagyis hát gondolom én lehet, hogy naívan, hogy azért valamiféle érvet, indokot ismertettek. Volt ilyen? Nem volt. Hivatalos magyarázatot nem kaptunk. Szóbeszéd volt, folyosói pletykák voltak. Ezek alapján talán azt lehetett sejteni, hogy az akkori gazdasági nehézségek miatt ez egy olyan értékes nagy ingatlan volt, hogy ez is áldozatul esett az esetleges eladás. Tehát, hogy fájt rá a foga valakinek? Igen, igen. Sőt, ugye talán, de mondom, ez is csak szóbeszéd, hogy a sukorói beruházó cég akarta ezt is megszerezni, és mivel sukoró körül botrányok alakultak, lettek, akkor azt is leállították, és itt is sem mentek tovább az ügyek. Tehát igen, tehát végül is... Ez ugye egy ilyen szóbeszéd. Hát talán így volt, talán nem eltelt tudjuk. 16 év, nem történt semmi, tehát senki nem csapott rá, hogy ő most ezt szeretné hasznosítani, és luxus ingatlan csinálni belőle, vagy lakóparkot, vagy szállodát, vagy bármi mást építeni. Egyébként volt egy hivatalos év, talán ebben a könyvben le is írtátok. Hadd mondjam el, hogy ennek a könyvnek, vagy ennek a kötetnek ez így elegánsabb a szerkesztője, dr. Nagy Zoltán. Ezek szerint voltál az ötletadó, hogy legyen egy ilyen Lipótmező utolsó évei? Vagy? Igen, hát úgy éreztem, hogy ez az egész Lipót történet ez nincs lezárva. És a bezárást követően jelentek meg visszaemlékezések, és ezek meglehetősen naivak voltak, tehát ezek valóban pletykákra épültek, és azt gondoltam, hogy ami hiteles adat volt, és aminek a birtokába voltam, azokat felhasználva csináljunk egy búcsú kötetet, hiszen nem csak az épülettől búcsúztunk, hanem ez egy olyan kultúrát... Betegektől egymástól, hogy ezt mindenki megérdemli, egymásnak nyújtjuk át ezt a kötetet, és így született. Természetesen ti ketten, Németh Attila és Richmer Zoltán szintén egy-egy fejezetet, hát azért természetes, mert ezért hívtalak meg titeket, tettetek le ebbe a könyvbe. Milyen szívvel, vagy hogyan fogadtátok Nagy Zoltán felkérését, hogy tessék ebbe írni valamit? Nagyon jó ötlet volt, és tényleg nagyon sok mindenkit felkért. Én úgy tudom, hogy a professzor úr felkérését nem mindenki fogadta el, de a többség az elfogadta. Nekem jó érzés volt, hogy az emlékeimet írásba tudjam foglalni, mert sok ilyen kis apró epizódokból állt össze az én lipóti élményeim. Hány évig dolgoztál ott, Attila?
Hát én 1983. februárban mentem oda, és 1998. decemberében mentem át a Nyírő Gyula kórházba, és addig ott a részben a Nagy Lipóton dolgoztam, részben a Lipót területén, ott az egyes pszichiátriának hívták, de másképp az Orvos Továbbképző Intézetnek volt a pszichiátri tanszéke. Tehát én lipótosnak érezhettem magamat több mint 15 éven keresztül. Rimmer Zoltán? Hát én is nagy örömmel fogadtam el a felkérést, mert én 1971-től 2007-ig dolgoztam ott, tehát 36 évig. Kicsit tovább, mint Attila. Igen, ott kezdtem igazából a pályafutásomat, végzés után egy évet a Pomázi Munkaterápiás Intézetben dolgoztam, mert első körben nem kaptam lipóton állást, zárójelben. Akkor két állást írtak ki, 1971-ben, mikor én végeztem az egyetemen, és 30 jelentkező volt rá. Na mindegy, tehát én 71-től 2007-ig dolgoztam, ott szereztem a szakképesítést pszichiátriából, neurológiából, ott lettem osztályvezető főorvos, és ott tapasztaltam meg azt, hogy Lipótmező bezárása szakmailag biztos, hogy nem indokolt. Rendkívül magas színvonalú, jól szervezett szakmai munka folyt, mind a pszichiátria, mind a neurológia területén. Úgyhogy nem csak a betegellátásban, hanem az oktatásban, a kutatásban és a szakmaszervezésben is Lipótmező volt az országon a vezető pszichiátriai intézmény, akár van négy egyéb pszichiátriai klinika, akár nincs, mert sokan riválisnak tekintették. Nem is azt mondom, amit megtaláltam, hanem inkább azt mondom erre, hogy ott fantasztikus kutató műhelyek és fantasztikus nemzetközi hírű műhelyek voltak a Lipóton, és ahogy írjátok itt a visszaemlékezésekbe, a fiatal orvosok körétől, ahol lehetett brainstormingolni, rengeteg minden volt, ami egész egyszerűen arra késztette azokat, akik a pszichiátriával foglalkoznak, hogy azt mondják, hogy ez itt a tudomány vezérhajója, mármint a Lipót. És ugye ezt ti jobban tudjátok, mint én, hogy az epileptológiától, a molekuláris biológiáig mi minden indult onnan a patinás stroke. Falak közül. Stroke természetesen. Szorongás, depresszió, öngyilkosság. Megmutatom egyébként, mert én is ott voltam a könyvbemutatón, és néhányatokkal aláírattam. Mindenkit nem tudtam a 22 főből, 13-14 aláírásom van összeszedni. Minden esetre a legszomorúbb az volt, amit Németh Attila írt, most mielőtt ide beültünk, egyeztettünk, hogy ez a te írásod, mert a legtöbbet nem tudom, mert hát Sauder Ipolytól te is aláírtad, Németh Attila is aláírta, perccel forintos túra, nem fogok mindenkit felsorolni. Te azt írtad, Attila, hogy ennyi maradt a Lipótból. Hát ez sajnos, ezt most is ugyanezt tudom mondani. És ez mérhetetlenül szomorú mondat. És ez nem csak azért szomorú, mert nem kellett volna, hogy így történjen, de legalább ne így csinálták volna az egyik pillanatra a másikra. Rengeteg, nagyon jó pszichiátert elküldtek nyugdíjba, mert elérte a nyugdíjkorhatárt, és nem kellett végkielégítést fizetni. Akik még dolgozhattak volna 10 éven keresztül. Egy csomó laboratóriumot meg lehetett volna menteni. És már bocsáss meg, gondolom, akkor se volt olyan rengeteg sok pszichiáter, hogy ezt ilyen könnyen lehessen pótolni csatra. Egyrészt nem csak a számbeli, hanem minőségi vesztesség, mert azért a Lipótra azért uhatatlanul azok mentek, akikben volt spiritus, akiknek volt elképzeléseik, és vagy nagyon jó klinikusok voltak, vagy nagyon jó kutatók, vagy mind a kettő. Tehát ez egy óriási veszteség volt. Egyrészt elment nyugdíjban, mások pedig elmentek külföldre, és még a legszerencsésebb választás, amit azt mondtam, hogy a fiatal orvosnők teherbe estek, és elmentek Gyesre, és várták, hogy majd csak lesz valami. És aztán 2-3 év múlva majd el tudták dönteni, hogy akkor hol folytatják a szakmát, itthon vagy máshol. Tehát ugye derékba tört egy csomó pszichiáternek a karrierje, és hát rengetegen kerültek utcára, majd az ágyháborúról még beszélgetünk, de ami a dolognak a szomorú része, hogy én úgy tudom, hogy nagyon sokan még hetekig ültek ott a lelakatolt Lipót előtt, mert hogy egyszerűen nem, betegek nem fogták fel, hogy akkor ennek itt vége.
Lipóton az erdőbe kóvályogtak. Uh-huh. Tehát én arrafelé lakom, és találkoztam betegekkel, és ez tényleg megható volt, vagy szívszorító, ahogy kérdezték, hogy akkor mikor nyit újra. Tehát ez egy dráma volt. A drámát alá húzza az is, hogy megemelkedett az öngyilkosságok száma a betegek között. Tehát ez statisztikailag igazolható? Hát nem kaptunk hivatalos adatokat, mert ez visszatartott a politika, de informális adatok szerint valóban jelentősen megemelkedett a volt lipót betegek. Hát ugye ezek alól, betegek alól kihúzták a szőnyeget, a talajt, betegeink közül sokan ott voltak hosszabb ideig, és nagyon nagy dráma volt. Szörnyű élményem volt, hogy ugye engem nyugdíjaztak, elértem a nyugdíjkorhatárt, azt kivárta az akkori egészségügyi kormányzat, tehát így én azonnali hatállyal ki is kellett, hogy lépjek, de nem léptem ki, hanem próbáltam betegeket elhelyezni, és hát ágyakért és betegekért kellett kuncsorogni a fővárosi kórházakba, hogy vegyenek át beteget, illetve ágykapacitást, és így is közel 300 ágy megszűnt. Országosan a hivatal, vannak hivatalos adatok, országosan uh-huh. is megnőtt az öngyilkosság, amelyben döntő többségben azok a betegek lettek öngyilkosak, akiket nagy professzor említett, csak rosszul értelmezett adatvédelmi szempontok alapján egyedileg nem lehet visszakeresni uh-huh. az öngyilkosokat. Tudjuk, hogy hány férfi lett, hány nő, hány ilyen éves, hány olyan éves területi elosztás, uh-huh. mindent tudunk az öngyilkosságok alakulásáról, és ez igenis megnőtt egy kicsit éveken keresztül, csak nem tudjuk azonosítani, hogy azok a betegek voltak-e. De nem csak azok a betegek, hiszen a Lipót bezárásával kapcsolatban egy nagy csapás érte a magyar pszichiátriát, mert ugyan a lipóti ágyakat, azok egy részét szétosztották más pszichiátriai osztályokra és igazándiból vagy csak papíron? Nem igazándiból, csak nőtt a zsúfoltság. Uh-huh. És ettől függetlenül, tehát egyrészt szétosztották az ágyakat, másrészt országosan az ágyak számát 23%-kal csökkentették. De az ambuláns ellátás finanszírozását nem javították. Tehát uh-huh. a Lipót bezárása az egy jelzője annak a csapásnak, amit az egész pszichiátriára mértek, és nem csak a Lipót Tehát nem csak az ottani betegek életét, sorsát, ellátását nehezítette meg, hanem országosan megnehezítette. Igen, így van, és még egy dolgot kell mondanom, ami nagyon fontos. Nem az a baj, tehát nem arról van szó, hogy a Lipóton feküdt 1000 beteg, akik ott voltak évtizedek óta és most az utcára kerültek. A Lipóton körülbelül, vagy valamivel kevesebb, mint 100 olyan beteg volt, akik tartósan ott tartózkodtak. Uh-huh. A Lipóton évente 10 000 beteg fordult meg, 10 000 beteget vettünk föl, és durván annyi, hát idősek néhány halálozás azért volt időskorban, uh-huh. vagy a stroke miatt, de durván annyi ment gyógyultan haza. Tehát nem arról van szó, hogy őrizték a betegeket, és most bezárták a Lipótot, és a betegek szalaszét betegek. Ebből 100 volt, egy részét sikerült elhelyezni, egy rész az erdőbe kószált. De a lényeg az, hogy a pszichiátriai ellátást érte csapás országosan. Na most azt mondjátok, hogy azzal, hogy ugye az ágyakat szétosztották, bár nyilvánvaló, hogy ezt a 839 ágyat nem osztották szét, és ennyivel nem növekedett meg a meglévő pszichiátriai ágyak száma. Mennyi volt a luk? Tehát, hogy hány ágyat sikerült szerintetek és a ti tudomásotok szerint valóban pótolni, és a különböző pszichiátriákon elhelyezni, és mennyi volt, amelyiknek a betegei az utcára kerültek, és nem volt hova menni? Mennyi maradt? Tehát a neurológiában 120 ágyunk volt, és átszervezéssel körülbelül 60 ágy került máshova. Tehát ott akkor a luk az 60. Ott luk 60. Uh-huh. Na most a pszichiátriában ugye ott külön kell választani az aktív ágyakat és a krónikus vagy rehabilitációs ágyakat.
az aktív ágyakba körül, azt nem tudom pontosan, most már az adatokra nem emlékszem pontosan, de körülbelül egy 20-25% veszteség volt az aktív ágyakban, és hát a rehabilitációs ágyakban lényegesen nagyobb. Tehát vesztett a pszichiátria. Még talán itt kellene elmondanom, hogy a bezárás követően ugye az intézmény úgy szűnt meg jogutód nélkül, és én akkor bementem az aktuális egészségügyminiszterhez, aki történetesen érsebész volt, és a karoti sebészetet részben tőlem tanulta, és elmagyaráztam neki. Hát jó viszonyban voltatok. Hát az túlzás, de elmagyaráztam neki, hogy ezt így nem szabad megbezárni, mert ha az intézmény egyszer megszűnik, akkor jogilag nagyon nehéz újraindítani. És akkor történt az, hogy a klinikán egy helyiséget kapott a Lipót, az utód, és akkor Attila oda került, és ennek a Lipót jog utódjának egy ilyen szimbolikus irodája lett, várva, hogy majd csak lesz egy intézmény, ami aztán megvalósult a Nyírőbe. Igen. Még egy másodpercre visszamennénk az ágyakhoz, mert hogy ugye Szilágyi Júlia, én azt találtam, ő is szerepel ebben a könyvben, a Magyar Pszichiátriai Társaság 14. vándorgyűlésén Sopronban 2008-ban ezt mondta. Az átalakítás során az OPNI eredeti 849 ágyából körülbelül 300 került átadásra, a Tündérhegyi 50 ágy megmaradt eredeti helyén, a többi pedig körülbelül 500 ágy megszűnt. A pontos számok ma sem ismertek, ezért legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy több száz pszichiátriai betegeket ellátó ágy szűn meg, és majdnem kétszer annyi ágy szűn meg, mint amennyi átadásra került más intézményekhez. Attila, ennyi? Ez így van? Ez nagyjából így van, mert volt olyan is, hogy papíron átadtak egy osztálynak 20 ágyat, konkrétan a 80 ágyas osztályhoz, azt mondták, hogy adunk még 20 ágyat neki. De nem volt hely, nem volt a folyosón hely. Papíron ott volt, hogy 100 ágy, de továbbra is 80 ágyon dolgoztak. Úgyhogy meg volt olyan, hogy nevesítő. Áttették egy másik kórházba, nem akarom most megmondani melyikbe, az elmebelosztály fertőző részlegét. Felújították, óriási pénzön. De éveken keresztül oda egyetlen egy pszichiátriai beteget nem vettek föl, egy belgyógyászati fertőző osztályt csinált az a kórház, és csak éppen a pszichiátriáról feledkezett meg. Papíron tehát működött, nem szüntették meg, csak nem a pszichiátriai betegeknek. És én még tudok mondani egy pár dolgot, tehát lehetett trükközni ezekkel a dolgokkal, hogy hivatalosan átvesszük. Olyan is volt, hogy oké, átvesszük, felújítunk egy éppen, fölvesszük a pénzt, oda áttesszük a krónikus bed, és ahol a krónikus bed kiköltözött, ott nevesítjük, hogy na, azok az ágyak lettek most az új pszichiátriai osztályok. Tehát mind a mai napig így van, hogy azért a kórházigazgatók rafináltan meg tudják oldani, hogy a pszichiátriára kapott pénzből más osztályok profitáljanak elsősorban. Ez akkor is így volt, és akkor azt mondja, hát kifestettük, igaz, de mennyi pénzt kaptak? És abból itt volt egy kifestés, tisztasági festés, másnál pedig, mint tudom én, különböző eszközöket vettek be előle. Azt mondja a fáma, hogy Nagy Zoltán, még a bezárás előtt szakértőkkel készítettél valamilyen tervet, gazdasági tervet, amivel meg lehetne menteni a Lipótot, és ezzel megbombáztad az egészségügy vezetőit. Ilyen volt, vagy ez csak így írták utólag újságcikkekben? Hát ez volt is, meg nem is volt. Tehát az volt, hogy folyamatosan és nagyon alaposan vezettük a gazdálkodási adatainkat, és a bezárás, arra ügyeltünk, hogy ne legyen indok, hogy ez az intézet, ez deficitet termel, és nem is termelt, mert... Bocsáss meg, ha jól emlékszem, nem azt mondtad a könyvbemutatón, hogy három nyereséges intézet volt abban az időben a magyar egészségügyben, és az egyik ti voltatok? Igen, hát szóval nekünk úgy zártuk be, hogy pozitív volt a szaldónk, tehát nem volt adósságunk, nem volt kifizetetlen számlánk, és a bankszámlán több mint 100 millió forint volt. Tehát tulajdonképpen ez nem volt indok. Uh-huh. Ugye valóban, hát én akkor rohangáltam fűhöz fához, szinte belebetegedtem,
próbáltam ugye valódi indokokat keresni, hogy arra válaszaink legyenek, mert a válaszok megvoltak, de hát tulajdonképpen nem jutottam célba, mert nagyon érdekes egyébként, ezt nem írtam le a könyvbe, hogy az akkori parlament pártjainak a vezetőihez elmentem, mindenkihez. Tehát kanosszát jártál rendesen, ahogy igen. kellett. És nagyon érdekes volt, hogy ki hogy reagál, tehát senki sem utasított el, sőt, biztattak, hogy na ez még nem eldöntött, képviselik az intézet érdekeit, aztán hát tudjuk, hogy mi történt. Tehát ott a legmagasabb politikai akarat az volt, hogy azt a Lipótot be kell zárni. Ez egy szomorú története a pszichiátriának valóban. Egyébként Attila, te ugye részt vettél, mert hogy ti élő láncot szerveztetek, vagy a lakosok, meg ti, meg így együtt, és ti ott voltatok mind a hárman az élő láncban? És az milyen élmény volt, vagy hogyan maradt meg bennetek? Hát bennem inkább szomorú élmény volt, hogyha ezt lehet mondani, mert nem voltunk elegen, azért sokan voltunk, de nem elegen, tehát nem lehet, igaz, hogy Lipótnak nagyon nagy területe, de nem tudtuk tényleg körbevenni, de az nagyon nehéz volt. És én megmondom őszintén, hogy sok pszichiáter kollégát hiányoltam, akiknek illett volna ott lenni, de és ők távol maradtak. A Hűvösvölgyi úton álltak végig a körbe. Szimpatizások. Érdekes élményeim vannak arról, mert mindenféle szélsőséges csoportok is megjelentek. És akkor oda mentem és megmondtam, hogy ha ezt folytatják, akkor az egész ügyünk az odavész. Aha. És becsületükre legyen mondva, hogy elrakták a zászlót és elmentek. Tehát megmaradt tisztán a tiltakozás. Hát ez egy megrázó élmény volt valóban. Én is szomorúan vettem részt az élőlázban, mert ahogy Attila mondja, nagyon sok prominens vezető, mérvadó kollégát hiányoltam, és akkor már tudtuk, hogy ez már veszett fejszennyere. Ez már veszett fejszennyere. Magas szinten volt olyan vélemény is, hogy lám-lám tiltakoznak, tehát igazunk van, mint a bezárást illetően, igen. Mert eddig az egészségügyi reformba mondták mindenütt a világon, ahol egy egészségügyi reformot akartak végrehajtani, mindenütt először tiltakoztak az egészségügyi dolgozók, aztán végül kiderült, hogy a reform helyes. Tehát ha most is tiltakoznak, akkor most is helyes. Én erre a következőt mondtam. Megy a régi recept szerint, igen. Következőt mondtam. Jó, rendben van. Akkor találjuk ki azt, hogy a magas vérnyomást, azt úgy kell gyógyítani, hogy egy bottal ütjük a beteg fejét. Most erre az orvosok tiltakozni fognak. Erre ti azt mondjátok, hogy aha, az orvosok tiltakoznak, akkor tehát igazunk van. Tehát logikai bukfenc arra hivatkozni, hogy azért, mert tiltakoznak. A tiltakozás lehet jogos is, meg jogtalan. És csak még egy gondolat, hogy nagy professzor elment tényleg minden politikai vezetőhöz, mindenki biztosította a segítséget, de aztán látjuk, hogy mi lett. Hogy mennyien segítettek. Erről eszembe jut, hogy amikor Joliot Curie, a 22 tagú francia akadémia tagja akart lenni, és ott jobb helyen pályázzák az akadémiai tagságot, és Joliot Curie egy szavazatot kapott. 21 nemet, egy igent. És elment mindenkihez, és megköszönte, hogy te voltál az egyetlen, aki rám szavazta, és mindenki elvállalta. Mindenki, jaj, hát persze, hát tudod, én támogattalak, de hát a többiek. És mind a 22 azt mondta, tehát körülbelül így néz ki, ez jutott eszembe arra, amit nagy professzor mondott az előbb. Még egy dologra kellene emlékezni, hiszem az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a pszichiátria megosztott volt. Tehát nagyon erős intézményi pszichiátria ellenes hangulat volt. Én részt vettem egy televíziós vitán, ahol hát a liaison pszichiátria, a lakóhelyi közösségi pszichiátria képviselői ültek velem szembe, és ugye a vita tárgya az volt, hogy ezeket a mamut intézeteket, ezeket meg kell szüntetni, ezek korszerűtlenek, szerte a világon bezártak, hanem a lakóhelyen kell megoldani a pszichiátriai ellátást. Na most én akkor azt próbáltam megvilágítani, hogy a pszichiátriai betegellátás nagyon sok színű.
Tehát megvan ennek is, és meg annak is az indikációja, uh-huh. mert azok a betegek, akik a társadalomból dezartikulálódtak, kizáródtak, azoknak egy ilyen intézmény volt a menedék. Azok a betegek, akik viszonylag jobb társadalmi körülmények között éltek, akik meg tudták engedni, vagy gazdagabb területeken, ez főleg az angol pszichiátria vonatkozik, ahol ezt jól megszervezték, akkor persze az jobb forma, de a magyar körülményekhez jobban alkalmazkodott egy-két nagy pszichiátriai intézmény, ezek mai napig is nagy intézmények vannak, ezeknek megvan a helye, és nem kijátszani egymás ellen a különböző pszichiátriai módszertant, hanem egymással bálvetve kellett volna csinálni. Sajnos, még egyszer hangsúlyozom, én akkor azt tapasztaltam, hogy a pszichiátria akkor meglehetősen megosztott volt. Volt ebben egy olyan számítás is, hogy azt gondolták, hogyha ez a forrás, ami megmaradt egy ilyen nagy intézmény finanszírozásából, ezt talán máshogy fogják elosztani, akkor ez előnyös uh-huh. lesz. Na most azt kell mondani, hogy ezt nem osztották el sehogy. Szóval ez megszűnt véglegesen, tehát ebből senki nem tudott előnyt kovácsolni. De azért nagyon valószínű, ugye elmondtad, hogy megosztott volt a pszichiátria, és hogy voltak, akiknek a nagy intézményrendszer nem volt fontos, sőt, ellene voltak. Ha nem lett volna megosztott, hogyha ti egységben vagytok valahányan is, egységesen gondolkodtok a pszichiátria rendszeréről, valószínűleg akkor is ugyanez a lépés következett volna. Biztos. Be. Szóval szerintem, de ti jobban tudjátok, hogy befolyásolta volna, ha nincs közöttetek megosztottság ezt a történetet? Nem befolyásolta volna, mert azok a pszichiáterek, akik úgy gondolták, hogy be kell zárni, azok ellendrukerek voltak, tudtuk uh-huh. róluk, de nem álltak ki uh-huh. azt mondani, hogy igen, be uh-huh. kell zárni, azt azért nem, de azért a megnyilvánulásokból uh-huh. lehetett tudni, és különben is ez a megosztottság tényleg egy teljesen mesterséges dolog, hiszen a területi ellátási elv, a lakosság közeli ellátási elv mindig is működött. Nem zárja ki, hogy legyen egy főintézmény, de a területi ellátás az természetesen működött továbbra is. Tehát én sajnos úgy látom, hogy akik a szakmába támogatták a bezárást, vagy nem álltak ki, de úgy történt a megosztottság, hogy nézték, hogy ki akarja bezárni. Ki akarja bezárni, melyik oldal, most uh-huh. így mondom, és ha az oldal akarja bezárni, amelyet én támogatom, akkor én nem támogatom az ellenkezést, akkor csak zárják, tegyék. Akkor biztos jót csinálnak. Ha megengeditek, akkor én egy kicsit szubjektíven visszamegyek ennek a könyvbemutatónak a hangulatához, mert hogy ugye ott csak azok az emberek voltak, akiket ez aporig sújtott, és akiket nagyon mélyen érintett, és akik nyilvánvalóan megírták ezt a 22 visszaemlékezést bele kalkulálva titeket is. És a számomra, mint laikus kívülálló számára azért nagyon érdekes volt, hogy volt, aki, és ebből volt kevesebb, hiszen mindenkit megkértél, Nagy Zoltán, hogy élő szóban méltassa, vagy mondjon valamit, vagy... Na, akiket elértem. Akiket igen. elértem. Tehát, hát mármint az ott lévőket úgy értem. Igen. Tehát ugye itt improvizálni kellett, hiszen elment több mint 10 év, sok minden változott. Uh-huh. És akiket úgy tudtam, hogy hol dolgoznak. Szóval azt kell mondanom, hogy akiket fölkértem, azok mindenki és ott írt. Akik nem kaptak felkérést, az lehet, hogy az én hibám, de egyszerűen nem értem el őket. Tehát... Világos. Én most azt akartam mondani, hogy akik írtak, és akik írtak, azok közül ott voltak ezen a könyvbemutatón, és még kiálltak a többiek elé, és elmondták a véleményüket is, vagy az emlékképeiket. És nagyon érdekes volt, hogy azért zömében deprimált, nyomasztó hangulatú volt, akiből az a két mondat is, amit elmondott, rettenetesen nehezen jött ki. Volt, akiben még benne volt a szenvedély, meg a tűz, tehát azt egyszerűen lehetett érzékelni, hogy olyan kívülállónak is, mint amilyen ebben a helyzetben én voltam, hogy ez iszonyatosan a mai napig elevenen él bennetek ez a történet, akik ezt a könyvet ide letették. Én azt hiszem, hogy ez egy szakmai méltánytalanság volt, így lehet megfogalmazni. Tehát az, aki a életét egy szakma, egy orvosi területre
áldozza, aki ezért sok mindent megtesz, aki helyt áll az intézetbe, akinek eredményei vannak, akinek nemzetközi presztízse van, egyik pillanatról a másikra egyszerűen megszűnik, kirúgják onnan, szabadjára engedik. Ez nagyon-nagyon megalázó volt mindenkinek, és azt hiszem, hogy ez az, amire nincs magyarázat. Hát és a betegek számára, meg a ti számotokra is embertelen. Egy újságcikkben találtam ahhoz kapcsolódóan, amit mondasz. Nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos tevékenységű elismert tudósok dolgoztak itt, olyanok, akik egyedül rendelkeztek olyan impactfaktorral, zárójel, rangos folyóiratokban megjelent cikkeiknek szintén rangos folyóiratokban való idézettségének jelzőszáma, mint máshol egy egész szakma. Hát ez így volt, ez így volt. Tehát itten a jelenlévő urak is, jó magam is nagyon sokat közöltünk. Ez nagyon sok munkát jelentett a háttérbe, rengeteg éjszakát, rengeteg erőfeszítést. Tehát ez a társaság, ez tényleg kiemelkedő volt, kimagasló volt, és ez az, amiért az embernek legjobban fájt a szíve. Sokszor azzal támadtak engem, hogy hát persze a Hűvösföld legszebb ingatlanához ragaszkodunk, és én mindig elmondtam, hogy nem. A csapatot szeretném együtt tudni, és ha építenek valahol Pest környékén, bárhol egy intézményt, mi oda gond nélkül elmegyünk, kimegyünk. Mi nem az épülethez. Persze szeretjük a kertet, az épületet, mindenkinek vannak élményei, emlékei ezzel kapcsolatban, de az, hogy egy ilyen csapatot így szétvertek, az borzasztó. Azt lehet tudni, hogy egy kutató műhely az legalább 5-10 év, mire kialakul, hogy jó eredményei legyenek még több, 15-20 év. Na most a Lipót a maga 150 éves tradícióival egy gyöngyszeme volt a magyar tudománynak. Hát csak, hogy más nem mondjak, Európába oda jártak neuropatológiát tanulni. Tehát ha valaki szakvizsgázni készült Londonba vagy Berlinbe, akkor eljött hozzánk, mert olyan nagy anyagunk volt, múzeális anyag, itt meg lehetett nézni. És a többi, és a többi. Tehát ezeket mind oda lökték. Hát most nem ismerem elmondani, hogy például ez a múzeális anyag, ez kidobásra került. Úgyhogy ez jobb, ha nem... Hát kutatjuk tovább, mert ahova átvitték, ott már ez senkinek nem jelentett semmit. És aztán az intézmények fejlődnek, új eszközök jönnek, új elképzelések vannak, új professzorok vannak, új egyetem van, új stb. És ezek, amik nekünk rengeteget jelentettek, ez ma már az a szemét. Meg fogom kérdezni, hogy mikor voltatok utoljára abban az épület együttesben, ami ugye most már jól számolom 16 éve koszlik, foszlik, gazosodik, rostásodik, omlik. Én azt javaslom, hogy nézzünk meg a Szellemváros műhely elkészítésében létrehozott filmecskét, pontosabban abból egy részletet, ahol a kalauz, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet területén, kertjében, épületében Füredi János professzor. Milyen szép kifaragott motivumok vannak volna is. Ez volt ugye a gépkocsi feljáró, ami közvetlenül a bejárat, a fő bejárathoz vitt. Ez volt a fő bejárat, innen lehet látni, hogy ott voltak egy beteg irányító, amikor ide kerültem, akkor még nem, csak amikor visszajöttem jóval később, akkor került megszervezésre, akkor még nem volt, hogy beállítani a milyen kiutaltadat, nem voltak számítógépek. Aztán itt voltak számítógépek, be kellett, hogy bárki, akkor ide került. Szerintem idáig még be lehet. Nem. Itt volt egy hatalmas tábla, és akkor itt lehetett tájékoztatni, hogy milyen osztályon vannak a házban. Sok osztály volt? Sok, körülbelül
9 vagy 10, most nem tudom összeszámolni, 13. Pontosan 13. Emlékszik még arra, hogy kiküldtek itt, illetve hogy volt itt ez az egész? Hát igen, ez volt a forta. Ez nem csak akkor, azt akkor kibővítették, és ott volt aztán a bejövő betegeket számítógépre vitel. És akkor én szerintem nem jött volna és ugye ez volt a nyugszár, a bal, és itt voltak az irodák. Ezen mentek a viták a házon belül, hogy az irodákat helyezik máshova, és ez is a betegek kérdezett. De volt egy pár ambulancia itt is. És sikerült Gyűlőre jutni, vagy ez maradt? Egészen a végéig iroda? Nagy részt. Majd megmutatom, hogy hova gondoltuk, hogy az irodák mellett. Mi volt ezzel a gond, hogy itt voltak, és egyetlen miért pont itt voltak? Tök nem kézenfekve a dolgok. Azért, hogy a mert ugye amikor ez épült 1868-ban, akkor azért még a betegek elzárása volt a cél a társadalom. És ahogy fejlődött a szakma, jöttünk egyre nyitottak. Ahol bejöttünk a bejáratnál, annak az egyik portafülkéjén, könyvtár, könyvesbolt volt, amit nyitottunk, hogy bejöjjenek az emberek az utcáról, és a másik részen pedig egy betegek által termékeket elárusító szer, és egy művészeti galéria, tártkapu galéria. Hogy itt igazából mi volt? Egy kandalló, de amikor én idejöttem, nem mondott kandalló. Valahol kandalló volt, ez nyilvánvaló. Na, jöjjenek! Ez mi volt itt? Ez itt volt a ruhatár. Mármint, hogy kinek a ruhatára? Hát, jöttek az elmaradó teremben, amikor idejöttem, akkor még egy raktár volt. Uh-huh. Aztán visszakaptuk a raktárt, és akkor egy tanásterem lett itt. És itt voltak a legnagyobb előadások, és itt voltak a ünnepélyek, Gönc Árpád, meg mások. Aztán ez egy szép. Aztán itt volt egyik büfé, itt volt egy újságos, úgyhogy fenyő. Tehát ez volt mondjuk itt az okmunkban? Köztér. Az agora. Ugye beszéltél arról, mielőtt megnéztük ezt a filmecskét, hogy egy csomó mindent kidobtak. Vajon a Ruth Miksa üvegablakai, azok meg lehetnek-e? Azok megvannak. Megvannak? Megvannak. Én a elmúlt évben voltam, úgy alakult, hogy ugye azt tudni kell a jelenlegi helyzetről, hogy ugye az állami tulajdonban volt ez az intézmény. Bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy ez egy 2014-es felvétel volt. Tehát nyilván, igen. Akkor, ha te az elmúlt évben voltál, akkor... Mikor volt a választás? Tavaly volt, nem? 2022. Akkor tavaly voltál. Előtte, a választás előtt. És vajon ehhez képest azért láttad, hogy itt milyen állapotok uralkodtak? Sok szemmel láthatóan sokat amortizálódott, vagy romlott az épület? Meglepő módon nem. Tehát úgy adódott, hogy ugye egy alapítvány tulajdonába ment ez át, a Közép-Európai Oktatási Alapítvány, aminek az alapítója a pénzügyminiszter, és a pénzügyminiszter hívott meg engem, hogy én vigyem körbe a sajtó nyilvánossága előtt, és körbesétáltunk. Na most az épületnek a hatalmas komplexumnak vannak nagyon rossz állapotban lévő részei, főleg a hegy felé eső részek, de ezek kezdetben is rosszak voltak, tehát ezek valóban le kellene bontani. De a front
a tetőszerkezet és a nagyobb osztályok az első épületrészekben, hát azok tulajdonképpen olyanok, mint ahogy eljöttünk. Az épületgépészet az tönkrement, de a többi az meglepően jó állapotban van. Megcsinálták a tetőt, a tetőszerkezetet, tehát az a kápolna rész, amit mi össze pénzünkből, ugye ott volt egy alapítványunk, és ott szépen lépésenként restauráltattuk a kápolnát, és gyönyörű Nagy Sándor graffitok és a Rót Miska üvegablakok. Na, az ugyanolyan jó állapotban van, mert a tetőt ott megcsinálták. Na most egy KFT, vagy nem tudom, egy hivatalos szerv vigyáz, és hát havonta nem is keveset költenek arra, hogy igyekeznek megóvni. Tehát az épület maga nem ment tönkre, és megítélésem szerint, hát nem akarok számot mondani, de ezt lehetne revitalizálni. És akár újra lehetne indítani az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet? Akár azt is. Na jó, hát ez egy wishful thinking, tehát ugye persze szeretnénk, de maga az épület nincs annyira tönkre, tehát épületgépészetileg kellene rendbe rakni, és hát megítélésem szerint egy egyetem nyugodtan oda költözhetne, és oktatási intézmények is nagyon jó lenne, meg hát ugye modernizálni kellene, mert ma már a modern egészségügyi intézmények más elvek alapján épültek. Egyébként azt mondja a fáma, nem néztem utána, biztosan tudjátok, hogy így van-e, hogy a parlament után ez az épület együttes a második legnagyobb az országban. Igen, hát ez a fáma, ezt mindig szoktuk idézni, a legnagyobb téglaépület, stb. De tényleg nagyon nagy épület, és hát vannak felvételek felülről, drónokról, és azt látszik, hogy ugye három udvaros, hatalmas intézmény, vagy épületkomplexum. Szóba hoztuk egyébként, már pontosabban ti szóba hoztátok, hogy miután szétverték 2007-ben az OPNIT, akkor ugye ült Attila egy irodában a klinikán, és ugye vártátok, hogy legyen valami jogutódja. És aztán lett is az OPAI, aminek ugye ez az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet a Nyírő Gyula Kórházban, aminek ugye te voltál a főigazgatója. Tudom, hogy ez egy nagyon csacska kérdés, de sikerült-e valamilyen szinten pótolnia a lipótot az OPAI-nak? Vagy pedig? Én azt gondolom nyilvánvalóan, mint főigazgató, hogy sok mindent sikerült. Tehát még nem az hivatalból ágyat, igen mondasz, igen? Nem hivatalból mondanám, mert különben akkor azért meghazudnám önmagam, bár minden, rengeteg energiát fektettünk bele, nem csak én. Tehát ez a bizonyos Országos Pszichiátriai Központban hatan működtünk együtt, lobbiztunk, hogy legyen új országos intézet, ez a Nyírő Gyula Kórház alkalmas volt erre, mert ott a betegek több mint 50% az pszichiátriai vagy addiktológiai beteg volt, és ezt egy olyan alapot nyújtott, hogy erre kellett még egy minőségi javítást tenni, és ez azt jelentette, hogy jöttek professzorok, lett két kutatólaboratóriumunk rögtön az indításnál, az új osztályvezető főorvosok már mind tudományos fokozattal rendelkeztek, és a pszichiátriai ellátást korszerűsítettük, tehát a klasszikushoz képest azért nagyon sok modernizációt bevezettünk. Én úgy gondolom, hogy 8 évig élt az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, és nagyon sok pozitívumot tudunk mondani. Az egyik kutatólaboratórium például a Riemer professzor. Az öngyilkosság? Az öngyilkosság prevenciós laboratórium. Ő vezette, Kéri Szabolcs a neuropszichológiát, mind a ketten az Európai Tudományos Akadémia tagja, tehát más pszichiáter, azt hiszem, nincs is Magyarországon, aki ennek a tagja. Tehát nagyon minőségi emberek kezdtek el dolgozni, és hát 2020-ig nagyon szépen fejlődtünk, évről évre előre léptünk, annak ellenére, hogy elég szűkös anyagi keretek között tudtunk mozogni, de minden esetre én úgy érzem, hogy jó irányban indultunk el. Most összevontak az amerikai úttal, az idegsebészettel, és most egy országos mentális
ideggyógyászat és idegsebészeti intézetként működik két telephelyen ez az intézet. Tehát reméljük, hogy még lesz jövője a pszichiátriának és az addiktológiának. Tehát én az elmúlt 8 évvel meg voltam elégedve, és ez nem azért, mert én vezettem, hanem azért, mert egy olyan csapat jött össze, akik szintén a változást, a modernizációt, a fejlesztést akarták. Tehát akkor ti is megpróbáltatok alkotó műhelyeket létrehozni, úgy, mint annak idején a Lipóton. Megerősítem én is, szerintem is nagy részt pótolta a Lipótot. Bár a Lipót az lipótolhatatlan, hát ahogy szoktam mondani, de nagy részt, amennyire lehetett, pótolta az az intézet, amelyről Attila most az előbb beszélt. Hogyha azt kérdezem tőletek, hogy mi az, amit a Lipótból, a Lipót légköréből, hangulatából, abból, ahogy amilyen kapcsolatban voltatok a betegekkel, abból a bizalmi kapcsolatból, a gyógyító műhelyekből. Mi az, amit sikerült átmenteni, ugye Attila, az opaiba, amiről most beszélgettünk, és mi az, amit nem, és mi az, amit okvetlenül át kellene menteni a mai 2023-as pszichiátriai és neurológiai ellátásban? Akkor mi a válasz? Én azt gondolnám, hogy ott nagyon sok mindent tettek tönkre, a könyvtárat, erről sem beszéltünk még. Hát, tehát patogéniai laboratórium. Tehát gyakorlatilag ott nagyon sok minden működött a betegellátáson kívül, ebből milyen a töredéket tudtunk átmenteni, és aztán a többiek azok vagy beleolvadtak egy egyetemi klinika laboratóriumába, vagy megszűntek, és így tovább. Tehát ezt borzasztóan sajnálom. A betegellátásból, ami jó volt, az biztos, hogy át tudtuk menteni, tehát én azt mondom utólag is, hogy a pszichiátriai ellátást Lipóton is korszerűsíteni kellett volna még jobban, de azért mondjuk meg lehetett tanulni ott a pszichiátriát, de ott azért még lett volna teendő. És hát a közösséget, tehát az, hogy kb. 100 diplomás dolgozott együtt, és ez egy olyan közösséget alkotott, hogy mindenki meg tudta találni a maga körét. Tehát amikor én oda kerültem fiatal orvosként, akkor lett rögtön 8-10 olyan velem együtt gondolkodó reformer, pszichiáter, palánta, akikkel együtt próbáltuk megváltani a világot, vagy legalábbis a Lipót mezőt. Most ezt a feelinget egy ilyen nagy intézetben lehet leginkább megvalósítani, de valószínűleg megvalósítható ez máshol is, csak idő kell ehhez. Nem is tudom, ki mondta a könyvben, hogy ott a Lipóton igazi gyógyítás zajlott. Tehát, hogy ti, akik ott nem néztétek az órátokat, hanem hogyha arról volt szó, akkor akár a kutató munkáért, akár hogy a betegekkel többet törődjetek, tök mindegy, hogy lejárt a munkaidő, nem járt a munkaidő, ott voltatok, és hogy annak olyan hangulata és olyan légköre volt, ami egyértelműen igazolta azt, hogy nektek a betegek fontosak voltak. Hát azt hiszem, ez egy kötelező elvárás bárhol, az ember orvos és pszichiáter. Tehát ezt azt gondolom, hogy nem lipóti specialitás, mert én úgy gondolom, hogy más helyeken is vannak jó orvosok, és vannak kevésbé jó orvosok, de örülök, hogy valaki így emlékszik, hogy mindenki nagyon lelkiismeretes volt, de azt hiszem, ez nem a Lipót hatása, hanem ezt a velünk lévő elhivatottság jelentheti. Akkor menjünk tovább, hogy mi az, ugye a kérdés az vonatkozott mind a hármatokról, amit az imént föltettem, hogy akkor mi az, amit sikerült tovább inni a Lipótból, mi az, amit nem, és mi az, amit okvetlenül kellene? Hát Attila nagyon jól összefoglalta, hogy mi az, amit sikerült tovább inni. Talán az oktatás az, ami éppen a Lipóton a struktúrából kifolyólag, talán ott, mint hogyha valamivel szervezettebben folyt volna. Ugye nagyon sok szinten volt oktatás, a nővérképzéstől kezdve az orvostanhallgatók képzése, szakorvos képzés, szakorvos továbbképzés, pszichológus képzés, szakpszichológus képzés, neurológusok képzése, továbbképzése, tehát ott valahogy jobban összeállt a dolog jellegéből kifolyólag az egész oktatási rendszer. Az opaiba is természetesen sikerült ezt továbbvinni, de valahogy én úgy látom, hogy itt
itt érzek valami olyan deficitet, pláne most ugye egybe vontak minket, és igen. Országos Mentális Idegen Hidegsebészeti Intézet. Kimondani is szörnyű, nekem legalábbis. Omi. De azért, hogy is mondjam, hát idő kell hozzá, és azért össze fog csiszolódni. Ez a... Nagy Zoltán? Hát én ugye nyugdíjban vagyok. Igaz, hogy az amerikai utat 6 évig igazgattam, visszahívott a minisztérium, és akkor még egy esélyem volt egy másik intézetbe dolgozni. Ott is egy integrációs feladatom volt, mert az idegsebészet és a neurológia nem nagyon kedvelte egymást, pláne összezárva a kis helyen, és ez valahogy harmonikusan kialakult a 6 év alatt. Én azt látom, hogy ez a mamut intézet, amit most létrehoztak, ugye két telephelyen, ami nem nagyon szerencsés, de tulajdonképpen a klinikai idegtudományokat teljesen lefedi. Tehát ha lenne elég ágy, modern lenne, jól össze lehetne integrálni, ebből lehetne valamit csinálni, persze nem rövid távon, hanem közép vagy hosszú távon. Na most ugye azt nem tudjuk, hogy egy ilyen nagy átalakítás 2 év után, vagy 4 év után, hogy mit hoz, mert ez még nagyon rövid az idő. Az idegtudományok, a klinikai idegtudományok hihetetlen tempóba fejlődnek. Hát ugye itt nem kell beszélnem a mesterséges intelligencia, mert mindenki erről beszél, de ez tényleg jelen van. Az EEG görbéket ilyennel elemezzük. Szóval rengeteg kutatás folyik most is. De ez most fragmentált. Nem állt össze, mert nincs az a közös akarat ebbe a nagy intézménybe. Hát nem tudom, hogy jön. Reméljük, hogy talán valamikor ez így összeáll. Jelenleg még nem. Hány évig voltál te a Lipót főigazgatója? 6 évig. Mire vagy a legbüszkébb abból a 6 évből, hogy egy ilyen szubjektív kérdéssel zárjam ezt a beszélgetést? Igen, nem egyre vagyok, sok mindenre Na, büszke akkor vagyok. Mi mindenre vagy, akkor büszke. Kérdezzük így. Hát büszke vagyok arra, hogy valahol a kezdeti feszültségek megoldódtak, tehát neurológia, pszichiátria, sztrókellátás, neuropatológia. Rádöbbent az intézmény, hogy közösen ugyanazt a problémakört az agy és az agypatológiát más-más oldalról lehet megközelíteni, és ez jó laboratóriumi háttérrel, jó röntgennel, CT, MR, amiket vásároltunk, angiográfiás berendezések, ezt a pszichiátria is tudta használni. Tehát az, hogy valahol egy új nívón integrálódott az intézet, azt én eredménynek tartok. Eredménynek tartom azt, hogy azt a jó szakmai hangulatot azt tovább tudtuk folytatni. Én tudományos pályámon 6 évet töltöttem Észak-Amerikába, és ebből a 6 évből közel 3 évet Montrealba, és a montreali élmény, a McGill Egyetemnek ez a nagyon integráló, nagyon korszerű, sokszínű, de nagyon együtt dolgozó hangulat, ezt akartam becsempészni a Lipótra, és ez nagyon szépen sikerült, és talán az is eredmény volt, hogy megjelent, bár ezt a kollégák nem nagyon szerették, a bizonyos gazdasági szemlélet is, tehát rájöttek arra, hogy betegellátás az pénzbe kerül, és ha jól elszámoljuk az eseteket, bevételt jelent, tehát egy új szemlélet, ami ott akkor elég hiányzott, és nagyon szerettem a művészetterápiát, az érzelmileg nagyon involvált, és az, hogy megcsináltuk a tárt kapu galériát, az mindig felüdítő volt, mikor átmentem a portán, hogy ott van egy galériánk, és gyönyörű szép munkákat ott kinyitva a világ felé árultuk, és nem tudom mennyit vettek, de mindenképpen ez is egy jó hangulatú dolog volt. Nagyon jó volt a gyerekosztályunk, szóval nagyon sok mindenre örömmel. Jó volt a stroke, az epilepsze ellátás, és hát nem beszélj a különböző pszichiátriai területek, mert nagyon jók voltak. Ez volt a végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok. Egy nagy múltú
intézetről beszéltünk, amit ugye sajnos sikerült szétverni, és ez nyilván titeket is, a betegeket is, mindenkit megérintett, akinek ehhez bármilyen köze is volt. A lényeg az, hogy nyilván ezeket az emlékeket kötelességünk megőrizni, hiszen a múlt nélkül nincsen jelen és nincsen jövő se, és hát, ha majd egyszer a Lipót mezőn lesz egy emlékmúzeum, ahol lehet látni majd dolgokat, relikviákat, mindarról, amiről beszéltetek. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.